Na szevasztok srácok, üdvözlök a játszó én Maka, mondjuk itt lennék nektek az őrült a következő epizódjával, amiben ezzel a kis furgonnal, a Gavril H. szerizzel fogunk megpróbálni átugratni ugye a leszakadt hídon. Ha nem kéne, hogy ez a valóságban milyen autó, én egy GMC vagy egy Dodge furgonra, egyterűre gondolnék, kis teherautóra, de írjátok le nekem kommentben, hogy szerintetek ez mire alsó, a legjobban, ez egy TOS vagy egy GMC az én olvasatomban. Rengeteg konfigurációja lehet, ez is egy olyan verd, aminek külön van az alváza ugye a felépítménytől, szóval kaphatunk belőle, ha szerencsénk van, akár egy olyat is, hogy nincs rajta karosszírja, csak motor, és remélhetőleg négy kerék. Úgyhogy nézzük is meg, hogy milyen lesz az első konfiguráció ebből a kis teherautóból. Itt is lennék az első konfigurációval, ez láthatóan hosszabb, mint az alapverda. Van rajta egy első tengely szélesítés, ami elég komolyan néz ki, egy lámpánk hiányzik előről, van rajta egy komoly vadrács, kint lévő levegőszűrő, hogyha esetleg vízbe mennénk, akkor is talán ugye idáig az ablak közepéig, hogyha vízbe menjük, akkor még működik a motor. Egy jó kis hátsó felnénk, valami egész frankó néz ki a kocsin. Az első az milyen? Az csak egy sima lemez felni, kipufogónk az itt van kivezetve ezen az oldalon, meg a másik oldalon is, meg ott még van egy harmadik dob is, ami hát nincs bekötve, de jól láthatjuk, hogy a kipufogó az amúgy, amúgy sincs bekötve, mert ott füstör rögtön a csonknál maga a motor, van benne bukó keret, meg igazából ez egy kis busz lenne így ezzel a hosszabbítással. Nézzük meg, hogy át tudunk-e vele ugrani a hídon, úgyhogy induljunk is neki. Wow, jó gyors, amúgy. Azt a mindegyik is. Rögtön már az első fokozatok kezdve a nitró működik, azt nézzétek. Mondjuk eszi rendesen a nitrót, ezt mondjuk érezni is. Érezni is a gyorsaságán, hogy basszus ez nitróval megy főleg, nem üzemanyaggal. Hopp! 5 sebességes és elértük a maximum sebességet. Ami, hát most itt 240. 240-en ugrunk el, hát ez laza. Ez laza. Az első konfiguráció ebből a kisbúzból lazán átugrott, főleg egy ilyen hosszított verzió belőle, ami azért valószínű elég nehéz is, de egy komoly motor, komoly nitró teljesítménnyel igazából annyira nem sínlette meg az ugrást, jó, nyilván egy picit elgörbült a kaszning, de egyébként az autó teljesen egyben maradt, lámpa kiesett, ilyen apróságok hiányoznak róla, de ennyi. Nézzük meg a második konfigurát, átugrik-e? Na hát a második Verde az igen érdekes, és sikerült ugyanis ezen sincs bódét, tulajdonképpen kaptunk egy alvázat, egy V8-as turbós motorral, látjátok mekkora óriási turbóval rajta, brutális. Kaptunk egy V8-as turbós motort, egy oldalsú kifogót, asztalrohat mekkora, dupla kereket hátra, ami szélesítve van, elől vannak, egy komolyabb felnővel. Hát nézzük meg, hogy ezzel át tudunk elugrani, a súlya az nagyon könnyű a kocsinak. Úgyhogy eh, szerintem azzal nem lesz probléma, szerintem itt inkább azzal lesz, hogy lesz a -e tapadásunk valószínű, mert hogy hátul terepgumik vannak, és hogyha jobban megnézzük, akkor ez egy hátsó kerekes verda, és a váltóban a kardán úgy egyenesen megy. A hátsó difihez nincsen osztó mű a váltó után, szóval ez egy fix hátsó kerekes verda, úgyhogy nézzük is meg, hogy el tudunk-e vele egyáltalán indulni. Hajrá! Húha! Azt a van, ti jó Láthatok, hogy szalad fölfelé? Most is, hogy megy fölfelé a túrból, nyomás, kettő, bár... Hatodikba beváltott, ötödikben visszaváltott, hatodik... Nem merek, nem merek neki oda lépni, basszus, mert nem bírom irányítani. Elég nagyon óvatosan nyomom a gázt, mert na nagyon gázos itt a dolog, ajajajaj... Ajaj, ajaj. Na most viszont lépjünk oda neki, full, full gáz! Oké, okay, kiszakadt a motor, de megálltunk a hídon, úgyhogy átugrottunk a másodikkal, ez nagyon necces volt. Fú, nagyon-nagyon nehéz volt irányítani, hisz viszonyatosan könnyű volt, nagyon durán patogott az úton, ez erő volt benne, de ez a turbó hang, ez nagyon tetszett. Hát négy báron töltött majdnem a turbó, azt a mindenit neki, ez egy királyverda volt. Na hát a második is átugrott, nézzük meg, hogy a harmadikul is hasonlóan szerencsések leszünk-e. Na hát a harmadik verda az egy full kiszélesített elcső hátsó tengelyen rendelkezik. Szerintem van rajta komoly villogó. Ó, és még elő is van. Hagyjad már tiszta kemény, na ez menni fog rajta. Ugye ez is egy kis busz, egy hosszított talvázzal rendelkező busz. Elég jó ki van emelve a hátulját, szerintem tök jól néz ki egyébként. Dupla kerék van hátul a tengelyen, elő szimpla, kisebb kerék is. Ráadásul még slick is. Úgyhogy nézzük meg, hogy át tudunk-e vele ugrani. Hangja dízel, meg hát a fordulatszám alapján is dízel a verda, úgyhogy nézzük meg, hogy át tudunk-e ugrani. Ja, hát meg persze a füst, ami jön belőle, az is eléggé dízeles. Koszta, le is szakadt az ajtunk, wow. Valószínűleg föl se volt rögzítve normálisan. A nitró már működik. Ó, oszta. Na. Hány sebességes? 5. Öt. 5 sebes. 2,1 váron tölt a turbónk nagyon szépen hallani, hogy turbó van benne. 187 km per óra a sebességünk. Szerintem elég lesz az átugráshoz. Mondjuk így nem biztos. Ajajajajaj, ajaj, ajaj. átugrik? <laughs> átugrott, és még a híton is maradtunk, te jó ég. Hát a motor ebből is kiszakadt. Vagy hát nem is kiszakadt, de szétzúztuk a motort. Hát átugrottunk ezzel is, srácok. A harmadik verdés átugrott, neccesen de sikerült neki átugrani. Nézzük meg, hogy a negyedikkel sikerül-e ez. Hát itt is van a negyedik verda, hát ezen sincs kaszni, egy alvázni, egy kerék, motor, egy vadrács, és tulajdonképpen ennyiből állunk össze, viszont amit látunk, az teljesen egybe van. Nem kaptunk most rá szélesítést, Ö, ugye van elől egy kisebb, sima, elég szép BBS felni, ami BPS-sel van írva. <laughs> BPS felnénk van elől, Hátul meg egy sima ötágú valami, de viszont hátul van egy franco terepgumi, ugye elől egy sima utcai gumi, V8, ö... hát most itt turbót nem látok rajta, de igazából van jelzünk, lehet, hogy kompresszor van benne, nem tudni. Összkerekes, ahogy látom, mert hogy ott van az osztómű, úgyhogy francon látszik, hogy előre is adja a hajtást, a váltó után az osztómű. Nézzük meg, hogy ezzel át tudunk-e ugrani, hisz alig van benyánk, remélem elég lesz addig. Ó! azt a mindenét neki. Egy sebesség az egész? Húha! Wow, 153 km per óra. Na, ez érdekes lesz. Át tudunk -e ezzel ugrani, mert hogy ez egy könnyű autó, lehet, hogy neki nem kell egy ez a 170-180 km per óra, hogy átugorjunk. Egy sebességünk van, ez felettébb érdekes, ilyen autót még nem is kaptam. Amiben egy sebesség volt, viszont a nitrót azt folyamatosan fogyasztjuk mindig. Minden gázadáskor és 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 és... és Hát szerintem beesünk... Beesünk a lyukba. Aha, ez nincs meg, srácok. Vagy hát... Írjátok le, hogy megvan -e, de ez szerintem rohadtul nincs meg. A negyedik autó szerintem nincs meg, de írjátok le, hogy szerintetek megvan-e. Mm, végülis lepattantunk a hídról, és ez nem vezető miatt volt, meg nem maradtunk a másik oldalán, full beestünk a szakadékba. Úgyhogy szerintem a negyedik az nincs meg, de írjátok le kommentben, hogy megvan-e. Nézzük meg, az ötödik autó átugrik-e, vagy sem. Hát srácok, az ötödik autónak a leérkezéskor kitört a kettő hátsó kereke. Úgyhogy, <hilyen> 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 meg leszakadt, ugye, az első karosszírja elem innen az első kerekek elől, vagy felől, úgyhogy... <hilyen> De érdekes lesz a Verda, Hú, van benne egy számítógép, egy laptop, van benne nitro versenyülések, elég komoly hangja van neki, nézzük meg, hogy hátsó kerekek nélkül egyáltalán el tudunk-e indulni, reméljük, hogy nem hátsó kerék meghajtású a Verda, hanem első, Ö, egyébként igen, van első meghajtásunk, úgyhogy tök jó, na, meglátjuk, hogy el tudunk-e vele indulni, na nézzük, elindul-e, és ha elindul, akkor fel tudunk-e olyan, Euh, sebesség, hogy átugrunk el. Aha, jó, oké, okay. van első hajtásuk. Ilyen verte volt még srácok, hogy kerék nélkül menjünk vele. Mondjuk az a jó, hogy mivel nehéz, ezért egész jól lehet irányítani az egész bódit úgy, hogy elől van kerekünk. Csak attól félek, hogy ki fognak az első kerekek ebbe a folyamatos kaparásba, ugye amiben vannak. Hogy el fognak törni, le fognak törni a helyükről. Viszont elkezdünk itt a szélére menni az ugrató felé a pályának. Ajaj. 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 Meg lesz, meg lesz. Léci, 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 léci. Állj meg. Állj meg. Megvan. Azt a... Megvan az ötödikkel is. Kerék nélkül átugrottunk, srácok. Kerék nélkül megvan az ötödik autóval a híd. Igazából felakadtunk, úgyhogy simán megvan. Picit jobban kaptam volna el az ugratót, akkor még szerintem simán át is ugrunk. Melyik autó tetszett nektek a legjobban, Nekem természetesen ez, hisz kerék nélkül is sikerült egy komoly tempót produkálni vele, és még sikerült a hídon fent is maradni. Írjátok le komolyan nektek, melyik volt a kedvencetek, és hogy a negyediknek megadjátok-e az átugrást, avagy nem én személy szerint nem adom meg neki. Ennyire lett volna ez a videós srácok. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Hogyha tetszett, akkor dobjatok like lájkot, és hogyha nem szeretnek lemaradni az őrült verdák további epizódjairól, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hogyha értesítést is szeretnétek kapni arról, hogy egy játszótéren történik valami, akkor a feliratkozás gomb mellett nyomjátok be a kis csengőt és benne a pipát, hogy a YouTube-nak minden esélyt megadjatok arra, hogy értesíteni tudjon titeket arról, ha valami is van. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztek ezt a videót. Legyen szép napotok, bármikor is látjátok -e ezt, Én Makon voltam, szevasztok!